Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. A brüsszeli mézjelentés elfogadása egy rendkívül fontos lépcső az európai piac megtisztításában. Többek között erről is szó esett a 30. nemzetközi méhész találkozón. 30. alkalommal rendezték meg Székesfehérváron az országos és nemzetközi méhész találkozót és vásárt. Idén is több mint 100 kiállító, a méhésztársadalom színe java mutatta be termékeit a vásárlóknak a Videoton oktatási központban. Igen, nagyon sokan vagyunk már itt is a VOK-ban, mint minden évben, hála Istennek. De közben készültem erre a mai napra, és elgondolkoztam azon, hogy mit is jelent nekünk a méz. Rájöttem, hogy azt is nagyon nehéz megfogalmazni egyetlen szóban, hogy mi is a méz. Egy termék, egy termény, gyógyszer, gyógyhatású termék, vagy kozmetikumban is használt valami, ami már 6000 év óta itt van az emberiséggel, és a bőség jelentése is társul hozzá, csak gondoljuk csak a tejjel, mézzel folyó kánán magyar kifejezésre. És aztán kiderült számomra, hogy milyen nagy hatalom mézben Magyarország, és ezért nem véletlen, hogy az Európai Unió parlamentje előtt is ott vagyunk, hiszen Európában a harmadik, negyedik legnagyobb méztermelő Magyarország, és az egyetlen a világon, amely önmaga fogyasztását önmaga elő tudja állítani. Nekünk fehérvárjaknak pedig öröm, hogy évente, minden évben itt találkozunk, és a környéken parkolni sem lehet, és már a terembe be sem lehet férni, pedig még el sem kezdődött a rendezvény. Úgyhogy köszöntjük a magyar méhészeket itt Székesfehérváron. A szakmai rendezvény kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy az európai élvonalban helyet foglaló magyar méhészek megosszák egymással szakmai tapasztalataikat. Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke az elmúlt időszak mézbotrányai után továbbra is bizakodó abban, hogy a válság megoldását követően a magyar méhészek immár ismét a szakmára koncentrálhatnak. Nagyon fontos döntés előtt van az egész uniós méhésztársadalom. Március 1-én lesz a plenáris ülés szavazása a mézjelentésről. Óriási dolog és nagy öröm számunkra, hogy egy magyar képviselő vállalta fel az Európai Uniós Méhészek ügyét. Tudni kell, hogy az Európai Unióban hanyatlik a méhészeti ágazat. Statisztika mutatja, hogy csökken a méhcsaládszám, csökken a megtermelt méz mennyiség. Ennek nagyon sok oka van. Többek közt romló környezetünk, a környezeti adottságok, többek közt a rendkívül olcsó, bizonytalan eredetű importmézek garmada. Két évvel ezelőtt éppen az Európai Unió referencia laborja mutatta ki, hogy az Európai Unióba érkezett mindegy 200 000 tonna méz egy harmada, ami nagyon-nagyon nagy szám, ez két év magyar méztermés hamisított. Az európai mézjelentése egy komplex átfogó jelentést ad, hogyan lehetne megváltoztatni a méhészek sorsát. Méhészek nélkül ugyanis globális válság lépne fel a mezőgazdaságban. Tudni kell a közönségnek, hogy méhek nélkül nincs élet, a megporzás az alapja mindennek. Minden harmadik falat étel, amit elfogyasztunk, a méhek megporzó munkájának köszönhető, és a jelentés éppen ezt emeli ki, hogy sokkal több pénzbe fog kerülni az Európai Uniónak, az adófizetőknek, hogyha eltűnnek a méhek, most még jogszabályalkotással, szigorítással, az importok nyomon követésével meg lehet akadályozni az összeomlást. Font Sándor országgyűlési képviselő bizonyosabban, hogy az európai hírű magyar méhészet továbbra is vezető szerepet kaphat. Úgy érezzük, hogy egyet lépünk megint előre. Régi küzdelemről van szó, közismert, hogy a magyar méz rendkívül magas minőségű, és sajnálatos módon a mi export mézeinket használják föl javításra, és a nagy mennyiségben Kínából beáramló méz feljavítására, és időnként sajnálatos módon a jelöléssel eltüntetik, hogy honnan is került be Európába az a méz. Ez nekünk rendkívül hátrányos, éppen ezért Erdős Norbert képviselőtársunknak hihetetlen nagy munkája van benne, hogy tisztázzuk, próbáljuk meg az eredet megjelölést feltüntetni annak megfelelő módjával, betű nagyságrendjével, hogy honnan származik a méz, és hogyha netán tényleg házasítják, keverik a mézet, akkor a keverési arányszámokat is legyenek szívesek föltüntetni. Írják rá, hogy kérem szépen ebben ennyi a kínai méz, és ennyi a magyar méz, hogyha netán a miénkkel akarják ezt a minőségjavítást elvégezni. És sorolhatnám még a bennünket pozitívan érintő változásokat. Több mint 500 módosító indítvány érkezett hozzá. Hála Istennek az első lépcsőfokot nagyszerűen vette az indítvány, hiszen
talán egy tartózkodó vagy ellenszavazó volt, és a bizottság, amely szakbizottságként elő kell, hogy terjessze majd a plénum elé, ez a bizottság döntő többségében egy kivételével megszavazta. Tehát jó úton vagyunk az irányba, hogy a magyar méz a pozíciójának megfelelő rangot, és hát az anyagi értékét is megkapja, és amennyiben lehet, a nem kívánatos, bizonytalan eredetű mézeket pedig szorítsuk ki. Én úgy érzem, hogy ebben a magyar kormány rendkívül komoly erőfeszítéseket tett, mert ugyanezt a vonalat képviseljük, amikor a brüsszeli egyéb tárgyalások vannak. Varga Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei elnöke továbbra is hisz abban, hogy a minőségi magyar méz piacvezető szerepe megmarad. Európában meghatározó szerepet tölt be a magyar méztermelés, hiszen a harmadik legnagyobb méztermelő ország vagyunk. Éppen ezért gondolom megtisztelőnek, hogy Fejér megyében kerül megrendezésre az országos méz találkozó immáron 30. alkalommal. A méztermelés kapcsán egy nagyon meghatározó momentum most a mézjelentés, ami arra törekszik, hogy a minőségi magyar méznek megóvja a piacát azáltal, hogy a külföldről származó gyenge minőségű, esetleg összekevert alapanyagokból készülő mézekkel felhiguljon a piac. Nyerges József megyei szaktanácsadó számára nem kétséges, hogy az uniós döntést követően újra a termelőké lehet a piac. A mezőgazdaságban dolgozók mindig azt mondják, hogy a méhészek a legszervezettebbek. Ugye a méhész az egész évben méhészkedik, de gyakorlatilag a méhekkel csak a nyarat tölti, az év második felébe pedig összedugják a fejüket, és megpróbálnak közösen inkább a más kárából tanulni, mint a sajátjukból. Képzik magukat, egymás tudását lesik el, és egy jó közösséget alkotva próbálnak meg megoldásokat találni a kihívásokra. Nagy Gyula, a Méhészek Fehérvári Egyesületének elnöke, a fejlődés zálogának a minőség megőrzése mellett azokat a marketing fogásokat tartja, amelyek megismertetik a fogyasztókkal a mézgasztronómia újszerűségeit. Vártam azt, hogy kevesebben lesznek, de úgy látszik Fehérvár az egy központi helyen van, és továbbra is ugyanolyan nagy létszámmal jelentek meg a méhészek, tehát nagyon jó időpontban vagyunk, ez egy jubileumi rendezvényünk, a 30. alkalommal tartjuk meg a székesfehérvári méhész találkozót, az idén kibővítettük két naposra, tegnap nagyon sikeres volt a belvárosban a lakosság részére mézfesztivál, amit tegnap tartottunk meg, és ma pedig a méhészek számára tartjuk Székesfehérváron. Mé plusz ész egyenlő méhész, tartja a mondás. Ennek megfelelően a közösség gondoskodó termékközponti munkája tovább erősíti a magyar méhészet rangját. A velencei Enc Ferenc szakgimnázium és szakközépiskola megújult, megszépült. Az intézményt Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter avatta fel Velencén. Ünnepélyes keretek között átadták Velencén a megújult Enc Ferenc mezőgazdasági szakgimnázium és szakközépiskola épületét. Az emelet ráépítéssel megvalósult 250 millió forintos beruházás az agrárszakképzési projekt keretében segíti az intézményfejlesztési rendszert. Egy olyan fontos pillanat az, amely az intézmény életében meghatározó, hiszen hogyha egy fejlesztés elkészül, akkor az mutatja azt, hogy van jövőben vetett hit, és van olyan munka, amely mindennek az alapjául szolgál. És az önök intézménye, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves tantestület, kedves diákok, az Enc Ferenc Agrárszakképzőiskola, szakgimnázium, egy olyan patinás létesítmény, egy olyan patinás iskola, amely immáron 55 év óta meghatározó szerepet tölt be Fejér megye mezőgazdasági képzésében, és fontos része az FM által föntartott egységes agrárszakképzőiskola hálózatnak is. És azt a magas színvonalú szakmai munkát, azt az elkötelezettséget, amely az intézményt jellemzi, a tanárok és diákok teljesítményét, a gazdasági háttérnek, a mezőgazdaságnak a mindig biztos kiállását, a szülőnek az odafigyelését, a Magyar Állam, a Fejlődésügyi Minisztérium is ilyen formában is el tudja ismerni, hogy annak az intézményfejlesztési tervnek a részeként az intézmény, az iskola komoly beruházáshoz jutott. Együttműködve a térség szereplőivel, a kormány, az FM, az önkormányzat, minden érintett résztvevőnek a munkáját dicséri ez. Tisztelt hölgyeim és uraim,
egy korszakhatár is tulajdonképpen a mostani, hiszen hogyha bővül az intézmény, fejlődik, akkor az további lehetőséget nyit meg. De vissza szeretnék utalni egy korábbi időpontra, hiszen 1963 a kiinduló pont, és többen tartó is volt az elmúlt évtizedekben, de talán a legutolsó, a leglényegesebb fenntartóváltás 2013. augusztus 1-től az FM szakmunkás képző szakiskolai rendszerének a része az önök iskolája is. És az az egységes intézményfejlesztési koncepció, amely meghúzódik a FM ténykedésében. Célul tűzte ki azt, hogy a magyar mezőgazdaság számára korszerű tudással rendelkező, utánpótlást jelentő fiatal szakemberek minél nagyobb számban kapjanak megfelelő képzést, és lépjenek be a gazdatársadalomba, az élelmiszerfeldolgozásba, a környezetvédelembe, egyáltalán valamennyi olyan területre, amely a mi szakképzési portfólióba tartozik. A mostani fejlesztés 250 millió forintos nagyságrendű, további beruházásokra is készülünk. Így a KEHOP pályázat keretében egy 280 millió forint értékű energiatakarékossági fejlesztés ügyén áprilisban fog megindulni, és októberbe fejeződik be. A Magyar Kosárlabda Szövetséggel és Velence várossal együttműködve TAO pályázati forrásból egy kosárlabdacsarnok építése is megvalósul az iskola területén idén ősztől. Én bízom benne, hogy ezeket a munkákat is jó minőségben a tervek szerint sikerül elvégezni. És minden azt a célt szolgálja, hogy az intézményben azok a képzések, amelyekre szükség van, amelyek a kúrensek, hiszen elmondhatjuk azt, hogy a mezőgazdaságban, az élelmiszergazdaságban ma nem gond elhelyezkedni, munkaerő hiány van inkább, a jó szakemberre, a komoly szaktudásra arra mindig van igény. Tehát azok a képzések, amelyek jellemzőek az intézményre, azok kellő szakmai és oktatási háttérre, technikai háttérre tudnak támaszkodni. A gazda, a kertész, a kistermelő, élelmiszer előállító, falusi vendéglátó, gazdasszony, falusi, mezőgazdasági gazdasszony és falusi vendéglátó szak épp úgy, mint a virágkötő és virágkereskedő, mezőgazdasági gépész is. Ezek a szakközépiskolai képzések, felmenő rendszerben és szakgimnáziumi képzések is vannak. Tehát van egy olyan repertoár, amely alkalmazkodik a megye adottságaihoz, a szűkebb értelembe vett tájnak a termelési hagyományaihoz és fejlődési lehetőségéhez egyaránt. Magyarországnak egy gyorsan fejlődő vidékéről van szó, ahol a mezőgazdaság, az élelmiszerfeldolgozás mindig is egy erős profil volt, és feladatunk az, hogy ez a jövőben is így legyen. Ezért is el tudjuk azt mondani, hogy a FM, mióta az Agrár Szakképző Intézményhálózatot foglalja, egyetlen intézményt sem zárt be, valamennyit fejlesztette. Így az ENSZ Ferenc iskolát is. És hogyha elhelyezzük a magyar agrár szakképzésnek a térképén mindazt, amit az intézményről elmondtam, akkor jól látható, hogy az elmúlt években, 2013 óta összesen az intézményhálózatban 47 intézmény, azokból 62 iskola található. Vannak olyan intézmények, amelyek közös irányítás alá tartoznak. Tehát 62 iskola, és összesen mintegy 20 ezer diák tanul az FM által fönntartott egységes szakképző hálózatban. A beiskolázás is stabil. Ez is mutatja azt, hogy a mezőgazdaság stabil helyzetben van, növekedési pályára tudott állni, mert a gyermekek számára, a szülők számára is egy kellő perspektívát és megélhetést jelent. Most legutóbb a 2017-2018-as tanévről van szó, 7831 főt sikerült beiskolázni, ez is biztató a jövőre nézve, és én biztos vagyok abban, hogy az az együttműködés, ami a gyakorlati képzésben, konkrét teljesítményekben is megnyilvánul, a jövőre nézve is fönnmarad, hiszen akkor van igazán perspektíva a szakképzés, hogyha a kellő gyakorlati háttér biztosítja a legkorszerűbb ismeretek elsajátítását valamennyi területen. Az agrárdigitalizáció, korszerű gépek, berendezések ma már az élet részei, a termelésben, feldolgozásban, ehhez a hozzáférést a Nemzet Agrárgazdasági Kamarával, a gazdatársadalommal történő együttműködés biztosítja, a Mezőgazdasági Gépgyártók Szövetségével, mint stratégiai partnerrel, tehát valamennyi olyan érintett céggel és vállalkozással, akik gyakran évtizedek óta is szívügyűknek tekintik
küldik azt, hogy a szakember utánpótlás az megvalósuljon, folyamatos legyen és versenyképességük is ezen múlik. A magyar mezőgazdaság versenyképessége, a gazdatársadalomnak a folyamatosság, az, hogy tudjunk boldogulni a vidéki tájakon, a családi gazdaságban, a legkisebb falvakban is, nagy részt azon múlik, hogy az agrárszakképzés milyen színvonalon van és mennyire gyakorlatias, mennyire a termeléshez, az élethez közeli tudást tud adni. Ezen gondolkozás egyében fogadtuk el a Tessedik Sámai agrárszakképzési koncepciót, amelynek a mentén tervszerűen a korábbi időszaknak a koncepciótlanságán túllépve tudunk dolgozni a jelen időszakban is és a jövőben is. Az iskolák profiltisztítása megtörtént, a tanulók korszerűsítése folyamatban van, új szakokat tudtunk indítani, és új tankönyveket is készítünk azért, hogy a megfelelő tudás a legmagasabb szinten rendelkezésre álljon. Ez tehát az a munka, ami az elmúlt néhány évet jellemezte, de ez csak az alap. Igazából most áll össze az a keretrendszer, amelyre a fejlődést rá tudjuk építeni a jövőre nézve, és azokat a beruházásokat is, amelyek az intézményrendszerben a legkülönbözőbb pontokon zajlanak, folytatnunk kell. Nincsen olyan agrárszakképző iskola Magyarországon, ahol ne lenne valamilyen fejlesztés, valamilyen korszerűsítés. Gépbeszerzések zajlanak, technológiai hiányokat igyekszünk lemaradásokat igyekszünk pótolni. Nyilván erre még hosszú idő és sok pénzügyi forrás kell, de mind az FN, mind a kormány ebben elkötelezett, hogy a kellő feltételeket biztosítja. És hogy ezek nem csak szavak, mutatja a mostani alkalom is, amikor egy ténylegesen megtervezett végigvitt beruházásnak az átadására kerül sor, amelyhez szeretnék gratulálni. Kívánom azt, hogy az intézmény boldogulását, fejlődését segítse elő, így, mint a települését, a városét és a környezetét is, a környező térség számára is kedvező hatásokat gyakorolva. Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke bizonyos abban, hogy a fejlesztés a teljes agrárvertikum érdekét szolgálja. Mindazok az eredmények, amit szerkesztő úr előbb elmondott, ezek az oktatásból fakadnak, és ezt nem lehet mondani, hogy évtizedek, évszázadokkal ezelőtti oktatásba gyökereznek, hanem az elmúlt évtizedekbe. Természetesen a megújulás, a megújítás, a ifjú elmék pallérozása rendkívül fontos az elkövetkező időben is, hiszen a legfontosabb innováció. Enélkül, az innováció nélkül sehova nem tudunk jutni, hiszen mindazok a technikai ismeretek, mindazok a genetikai újdonságok, amit alkalmazni lehet a mezőgazdaságba, mindazokra a kihívásokra adandó válaszok, amik bármilyen módon közgazdasági anomáliák, netán éghajlatváltozással kapcsolatos anomáliák miatt jönnek, az csak tudás alapon lehet. Tehát a meghirdetett és szépen fejlődő tudás alapú társadalomnak nincs alternatívája. Ez az egyetlen lehetséges megoldás az elkövetkező időben az agráriumba, hiszen ahogy tudósok mondják, nem csak az éghajlatváltozás miatt, hanem a hihetetlen technikai fejlődés kapcsán is a leginkább változó környezete lesz az agráriumnak. A leginkább fog megújulni, és ezekhez, az új ismeretekhez rendkívül módon kell alkalmazkodni, és ebbe élen jár ez a szakképzőiskola, ahol jelenleg is vagyunk, hiszen eddigiekben is ő élharcosa volt azoknak az ismereteknek az átadásának, ami gyakorlati ismereteket jelent. És az elkövetkező időben ez nagyon fontos, hogy nincs már arra idő, hogy ugyanannyit töltsön egy fiatal a gyakorlatba, mint az elméleti képzésbe, hogy szakemberré váljon, hanem mind rövidebb időszak alatt kell teljes értékű szakemberként a munkaerőpiacon megjelennie. Erre vannak a duális képzések, az alternatív képzések, és a Fejér megyei képzőintézetek valamennyike, különösen itt Velencén, élen jár ezekbe a kísérletekbe, és abba, hogy valóban gyakorlatorientált, elméletileg képzett, kiváló szakembereket bocsásson ki. Az ünnepségen Tesseli Zoltán, a térség országgyűlési képviselője örömének adott hangot, hogy a fejlődő agrárgazdaság egyik kulcskérdése az oktatás struktúrájának megújítása, ilyen formában is lépést tart a 21. században elvárt tudásalapú szakképzés megtartásával. Fejér megyében a mezőgazdaság mindig nagyon fontos volt, úgy, ahogy az országban is. És én úgy gondolom, hogy az a kormányzati politika,
ami a Földművelési Minisztérium alá vonta ezt a képzést, hiszen eddig nagyon össze-vissza volt, ugye ez az intézmény is megyei fenntartású intézmény volt. Jó magam is egy ilyenben végeztem, hiszen a Soproni Erdészeti Szakközépiskola is ennek az intézmény rendszernek lett a tagja. És úgy, ahogy miniszter úr elmondta, valóban mindent megtesznek annak érdekében, hogy a körülmények azok egyre jobbak legyenek. Most itt egy olyan új épület szinten vagyunk, beszélgetés során is, ahol 4 új tanterem jöhetett létre, ilyen minőségben, ahogy nyilván lehet látni a képen is, a kiszolgáló épületrészekkel együtt, illetve az egész épületnek a minősége az megítélésem szerint 21. századi lett, és úgy, ahogy ennek többen hangot adtunk, ez azt a reményt élteti bennünk, hogy a benne folyó oktatás is 21. századi, és azok a gyermekek, akik itt eldöntötték, hogy az agrár szakmát választják, itt a tanáraitól megszerzett tudással felvértezve, amikor az életbe kilépnek, akkor egy hasznos és alkalmas tudást kapnak arra, hogy valóban a mezőgazdaságban, az agrárgazdaságban helytálljanak, és az is ma többször elhangzott, hogy a munkanélküliségnek a nagyon alacsony száma, az is belejátszik abba, hogy ma nagyon nagy munkaerőhiány mutatkozik már a mezőgazdaságban, főleg a jó szakemberek területén, és ez az intézmény, ez nyilván ezt a hiányt is tudja a jövőben kiegyenlíteni. Elsimon László országgyűlési képviselőt, a Parlament Mezőgazdasági Bizottságának alelnökét is megelégedéssel töltötte el az oktatási intézmény jövője. Magyar mezőgazdaság most már jelentős munkaerőhiánnyal küszködik, különösen a munkaerő igényes ágazatok, így a kertészet. Azt kell, hogy mondjam, hogy éppen ez egy stratégiai cél az agrár szakképzésnek a megerősítése, és azoknak a pályáknak a népszerűvé tétele, amelyek hiány szakmák jelen pillanatban. Most Velencén egy iskolabővítést adhattunk át Fazekas miniszterrel együtt. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az ENSZ Ferenc mezőgazdasági szakképző intézményünk megújult, kibővült, és még az előttünk álló 2 évben is további épület részekkel fog bővülni, illetve korszerűsödni. Ez az egyik záloga annak, hogy jó szakembereket tudjunk képezni, tehát a kellő infrastruktúra és háttér az, ami szükséges ahhoz, hogy jó körülmények között jó szakembereket legyünk képesek képezni. A modern, környezetbarát projekttel az idén 55 éves intézmény tovább szolgálhatja az agrárium munkaerőigényének magas szintű kielégítését. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!